Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy kötetbemutatóval várom önöket, hiszen megjelent Kális Sajtos József Sárona árnyékban, Fényben című kötete. Ez a 14. kötet, és egy jól behatárolható térséget, az ő otthonát, Abát Kálosz, Soponyát és környékét, és azon túl is mutatja be. Ezen felül pedig a sárfalvak története, birtokosok a történelem hullámverésében, és nagyon sok mindent tanulhatunk, megtudhatunk meg ebből a kötetből. Vendégem Kális Sajtos József, költő, író, tanár és nyelvjáráskutató. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszöntelek én is, és köszöntöm a nézőket. Én megmondom őszintén, hogy én ezt a kötetet kötelező olvasmányként ajánlanám a ma fiataljainak, hiszen ahogy itt a rövid bevezetőben mondtam, a 20-as évek meg annyi csodáján túl a visszaemlékezések során láthatjuk, mi minden történt a 19. század közepén, ebben a térségben, mi minden történt királyainkkal, mi minden történt a sárfalvak történetén át, a birtokosaiakkal, feltűnik Batthyány neve, Nádasdyaké, Zicsieké, uradalmak mindennapjai, aztán az emlékezők 1848-tól. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, halljunk egy verset, hiszen nemrégiben jelent meg a verses köteted, ami azt hiszem, hogy megint csak egy rendkívül nívós írások sora. Igen, a reformáció emlékévének szentelve az Egyedüli Reményem című zsoltárt szinte sorait alapul véve az egyes ciklusokhoz. Ebbe vettem aztán olyan verseket is, ami egy kicsit az egyéni életemre és a környékünkön élőkre is vonatkozik. Benne van a dal Sárona népéhez című vers is. A nap biztató tiszta fénye ragyogjon Sárona népére. Újítsa ez szívét, erejét, s őrizze, mit adott ezer év. A sárvízmenti dombok, lankák látták kunok, besenyők büszke vonulását, kik velünk, magyarokkal egyé váltak itten, erős akaratban, szövetségben, hitben. Ez az otthonunk, menedékünk, fészkünk, amit a völgyben mi éppen úgy féltünk, ahogy nemes vadja az ártéri erdőknek óvja az övéit, s fiaink felnőnek. És ha némelyiket hívja is a távol, teli tarisznyával visszatér a vándor, nem felejti soha anyja szavát, vágyát. Várunk, drága fiunk, a pátriád vár rád, s te fürkésző szemmel csak állsz a dombélen, a nap meg tündököl hosszában, széltében, gyöngyharmattal köszönt jó szülőd a sárrét, s beteljesül vágyad, mit a lelked várt rég, a nap éltető tiszta fénye fölragyog Sárona népére, megújítja szívét, erejét, s őrzi, amit adott ezer év. Ez az a vers, amiben már emlegetjük itt a kunokat, besenyőket is, hiszen itt telepedtek meg a honfoglalás. Igen, hát ez a kötet egyébként úgy tiszteleg, és az édesanyja, a szülőföld, a tájhaza, a magyarság előtt mindenképpen. Honnét jött a gondolat, hogy egy ilyen ívet adj ennek az összetett kötetnek, hiszen ez egy összetett kötet mindenféle értelemben, műfaj szerint is mindenféle értelemben, hiszen az édesanyád, a te magad, ez egy mese, mese a gyermekkorról, mese édesanyádról, édesapád bibliájáról, házról, kertről, Erzsi nővéről, Lajos bátyádról, a 17. század, 16. század az eszmélés pillanata, tehát jószerivel minden benne van, ami ezt a különleges tájegységet jellemzi. Sokáig töprengettem azon, hogy mekkorát öleljek időben, mekkorát öleljek fel,
De az, hogy édesanyánk ugyanis éppen tavaly, 2017-ben lett volna 100 éves, és a visszaemlékezését az élete utolsó évében megírta, egészen eljutott a bátyánk születéséig. És akkor ott volt pár hét szünet egy lakásfestés miatt, és utána megjött egy frontátvonulás, és egy infarktus őt elvitte. Most ez eddig ott volt a füzetébe lejegyezve, de föltett szándékom volt, hogy ebben a 2017-es esztendőben én ezt mindenképpen szerettem volna megjelentetni. És mert csak az volt a kérdés, hogy mennyire nyúljak én vissza időben, és majd a folytatást aztán utána már, ugyanis a bátyám születésétől már csak pár évet kellett áthidalni, és akkor én 1950-ben születtem, 5 éves koromtól meg már én is láttam, és tapasztaltam mindazt, amit át kellett élni az 50-es évek Magyarországán és vidéki falvaiban. Most lehet, hogy sokan talán meghökkennek, hogy miért nyúltam én vissza szinte a honfoglalásig, mert hányszor volt veszélyben a magyarság, a haza, kezdve mindjárt ugye a honfoglalás után pár, egy másfél évtizeddel már még annyi sem telt el, és Magyarországra rátámadtak, a magyar fejedelemségre rátámadtak, és a pozsonyi csatának köszönhetjük, a 907-es pozsonyi csatának, hogy itt élünk máig. Igen, amit méltatlanul elfeledünk igen. Máig. És hogy hányszor fájt a foga erre a kis hazára, meg volt ez István király halála után is. Aztán nem volt elég a tatárpusztítás, voltak a belső feszültségek és szembenállások. És aztán Mátyás haláláig, ha eljutunk most nagy léptékkel mérve itt a szaladván az idő különböző pontjait megragadva. Mátyás halála után ugyanúgy ráugrottak erre a kis országra, és hogy ezt akkor, na most kell akkor. Igen, erre utal a cím is, hiszen Árnyékban, fényben. Igen. A történelem hurlánverésében. Azt hiszem, hogy ez nagyon pontos kifejezés, röviden megfogalmazva. És akkor eljutunk egészen végig, hiszen ahogy a bevezetőmben már szintén mondtam, a királyaink sorsán keresztül az ország sorsa is kibomlik ebben a kötetben. És Fehérvár sorsa is ebben, meg a környékbeli, akár Csikvárt mondhatnánk Szabadbattyán, persze Falubattyán és Csikvár, az két különböző településrész volt. És tehát meg a környékbeli falvak, illetve a várak, ott van Várpalota, fontos, nagyon fontos volt a török időkben, vagy lentebb Simon tornya, Ozora, ami aztán persze hosszasan török kézen volt, de hát azért a csikvári és a palotai, főleg Várpalotáról, ahogy kirajzottak a katonák egy-egy portjára, és azért próbálták megvédeni a török ilyen-olyan zaklatás. És ez mind-mind hangsúlyos. Népet. Ugyanakkor pontosan ugyanezért hangsúlyos a sárfalvak története. A sárvíz folyásától végigkíséred valamennyi település történetét, ami azt hiszem, hogy példaértékű és hiánypotló, így együtt. Igen, tulajdonképpen úgy apránként tágul ki az ember körül a világ. A kis mikrovilág, a kis szülőfaluja, az a közvetlen környék, és így kezdem, ahogy a nagyapánk, mentünk ki a Sárétébe, és ő mondta, hogy az ott a bodakajtori víztorony, és hogy ott kunok éltek, abán besenyők, akkor utána mentünk rá pár, amikor már nyiladozott az értelme, mentünk lovaskocsival át Abára. Édesanyánk Abán született, mert a nagyapánk az első világháborúba bevonult, és mikor 1917-ben elközelgett nagyanyánk, anyai nagyanyánknál a szülés ideje, akkor ő hazament a családjához, hogy legalább akkor
És két évig ott volt édesanyánk, és csak azóta élt aztán élete végéig Soponyán. De mentünk át sokszor a nagyapámmal, amit kezdtem mondani, lovaskocsival, és akkor le is írom, hogy ahogy ott pipázgatott, és az ostorral oda mutatott a Körösztúri, Sárkeresztúri, Bella István szülő, vagy fölnevelő faluja, azt mondja, az ott a Körösztúri torony, arrább meg aztán Körtvélyes, Bogárd. Azt mondja, Bogárdra el lehet jutni Kálozon keresztül is, mert Őspusztánál elfordulsz balra, és akkor mindjárt ott vagy. Őspuszta, hát az őrsök, az őrsvezér, az meg a honfoglaló eleinkkel jöttem, ő is be, és a csapatok vezére volt. Egyből erre fogékonyak voltunk, és hát a nyiladozó értelmünk egyből kezdett tágulni is, ugyanakkor a szülőföldről alkotott véleményünk is, és fogalmunk. És hát tulajdonképpen, hát akkor mentünk föl a szőlőbe öregapánk után, aki honfoglaláskori módszerekkel egy patisfalu kis gunyeszt is épített a hegyélen. De ők ásták ki a présházban a pincét is, és a komáival. És amikor ballaktunk föl, ott meg ott volt az icsieknek a pinceromja. A második világháborúban az megsemmisült. És hát szerencsére a kastély az nem semmisült meg, de itt mindjárt vissza lehetett kötni a honfoglalás idejébe, mert a zicsikről szóló legenda az oda nyúlik vissza. Tehát a családi legendájuk úgy tart, a család emlékezete úgy tartja, hogy a zicsiek őse volt az, aki a meotiszi mosaraknál egy szarvast megszelídített, és annak a hátán kémlelte ki a gázlót, ahol kivezette Hunort és Magort. És lám, ott vagyunk a csodaszarvasnál. És itt aztán most fél óráig lehetne beszélnünk erről. És mindennel találkozott. Igen, hiszen tehát az icsiek, a Batthyániak, a Nádasdyak története kapcsolódik tulajdonképpen az elbeszélések nyomán is mindazoknak a történetével, akik még ott voltak köztünk, akik ezt el tudták mesélni, akik hallották az ükieiktől például. És Zicsi Jenő, aki 1890-es években több expedíciót is, Ázsia kutatóról beszélek, szervezett, hogy nem csak a családi legenda miatt, hanem a magyar nép sorsát is, hogy valahogy fölkutassa. Tehát ők meg is kutatták azt a részt. Számomra azért volt nagyon érdekes ez az olvasmány, mert az uradalmak mindennapjait is hűen leírod. És ahogyan, tehát a török kiűzése után, és hát persze a Rákóczi szabadságharc 10 éve után, hogy hogyan kellett megszervezni újra az életet a török idők után, amikor elnéptelenedtek falvak. Soponya is ilyetén sorsra jutott szinte, és kezdetben a Sárvíz kiemelkedő szigetén volt Soponya, de a török időkben ez szinte megsemmisült, és a Rákóczi szabadságharc után már bentebb a Malomcsatorna délnyugati partján ott épült újjá, és ott épült meg a református temploma. És persze Nagy Láng és Soponya 1936-ig két különálló község volt, de ugyanakkor, tehát ezt mind a két falu részt bemutatom, ahogy a zicsiek is ott megszervezték az uradalmat. Tehát jöttek az ország különböző pontjairól, részeiről, jöttek a felvidékről is betelepülők, jöttek Nyugat-Magyarországról, de jöttek az Alföldről is. A mi családi legendánk pedig úgy tartja, hogy a hamarok, anyai ágon, a hamarok azok a hajdúságból jöttek, tehát Bocskainál szolgált az ősünk, és futárszolgálatot teljesített,
És hát állítólag így is, tehát ezek a megkülönböztető nevek később családi nevek lettek, mert hamari módon, de nagyon ügyesen és pontosan végrehajtotta ezeket a futárszolgálatokat, megtette, és hát így lett aztán Hamar. Igen, és édesanyját Hamar Erzsébet. És hát tudjuk még a falut is, de voltak valóban, volt egy rokonunk, aki a Debreceni Kollégiumban tanított például, és tudtak egymásról még hosszú ideig. Tehát ezeket érdemes, tehát nem csak a család miatt, de ugyanezt meg tudja más is csinálni, másnak is fel kell valahogy azért egy kicsit. Igen, azért mondtam, hogy ez mindenképpen hiánypótló, hiszen az emlékezet szűkös ilyen értelemben, igen. És azzal, hogy összefoglaltad az első részben, a történelem hullámverésében. Igen, ebből így kivonatosan is megtudhattuk, hogy milyen igen. Rendkívül érdekes és sokszínű volt a Sárróna története. Ugyanakkor a következő rész, hiszen az édesanyád, ahogy te fogalmazod, hogy kibeszédű asszony. Jó kibeszédű asszony. Csodálatos egyébként, hogy megmaradt ránk mindannyiunkra az az életrajz, az a személyes kézírás, az a gondolatsor, amivel ő az egész életét megmutatta, hiszen a kibocsátó fészek, ez is egy gyönyörű jelzőszerkezet. Mielőtt erről a visszaemlékezés sorról beszélünk, jöjjön egy vers. Igen. Hát voltak éppen a vers az egy kicsit az én születésemet is felidézi, de ugyanakkor jó lenne azt is előtte még talán egy-két szóval elmondani, hogy amikor tehát édesanyánk már nyiladozó értelmű lányként, ahogyan meg talán nem mondtam, de nagyon jó énekhangja is volt, és hát ő ott sok mindent már megfigyelt, és aztán ahogyan készült a második világháborúban, ugye akkor született a nővérünk, és akkor várta haza apánkat, mert 5 napra rá, hogy összeesküdtek, megesküdtek, be kellett apánknak vonulni a második világháborúba. És az az örök aggodalom, meg amikor odaért a front is a faluba, 8-szor cserélt gazdát a falu, és akkor, ahogy várta haza, majd erre is kitérünk, ahogy ott imádkozott a többi falubeliével, aztán akkor az újrakezdés, és ahogy várta édesapánk, megjött, és akkor hát neki kellett feszülni mindennek. És akkor elközelgett a bátyánk, 47-ben megszületett az első fiú is a családba. És akkor utána, aztán mikor én is elképzeltem, hogy hogyan lehet, illetve egyszer apánk, mikor már megözvegyült, akkor már édesanyánk nem élt, és egyszer egy téli vacsoránál mondom, azért mondjad el már, apu vagyok. Hogy is volt, mint volt. Azt mondja, te nagyon lusta voltál, kétszer jött el a bába asszony, nagyon lustálkodtál. Aztán ez úgy megmaradt a fejembe, és bele is vettem nem csak a prózakötetbe, de a versekben is föltűnik ez. És hát talán egy ide illő verset akkor felolvasnék. A szememben ott a kép, amikor én nekem ez az első anyaképem, mert sírtam éjszaka, és ő felkapcsolta a villanyt, és máig tudom, hogy hol volt az én kis bölcsőm, vagy kis ágyam, és hogy fölében hajolt és megvigasztalt. Szememben ott a kép, 100 éves anyám emlékére. Odakint havazott-e, vagy tulipán szirmát hordta, vitte a kósza szél, ezt már nem tudom. De az első kép rólad, drága anyám,
amint fölibém hajoltál, hogy csitítsad a bajom, retinámra örökre ráégett, s őrzöm akár egy ős embrió piétát, s azóta gyógyírt ez ád. Azóta gyógyírt ez ad, s talán így üzent az Úr, hogy majd egykoron ugyanígy vigasztalod a sok gyötrelem után sorsverte poétád, hozzád visszatérő fiad. Hát a vers sok mindent elmond. Az eszmélkedésnél tartunk, és akkor az 50-es évek, ahogy azért hiába próbálták úgy felettetni velünk, hogy milyen keservesen nehezek a mindennapok. Mert mi játszadoztunk, el voltunk erre-arra, jártuk ott a sárétét, hogy így mondjam, soponyaiasan. És kezdtük megismerni a környéket. De azért tudtuk, meg láttuk azt, amikor például apánk kim elment reggel, megreggelizett, ellátott az állatokat, és elment kaszálni. Hát ez a bolti lekvár volt csak, amit vitt egy szeletke kenyérrel. Leült ő délben, de egy falatot tudott csak lenyelni nagy nehezen. Abban a rekkenő melegben nem tudta megenni, azt sem. Talán elszívott egy cigarettát, aztán még nekiállt újra kaszálni, de már akkor étlen szomjan szinte nagyon elfáradt, és valamikor kora délután hazaballagott, és csak annyit mondott édesanyánknak, hogy főzhetnél valami kis leveskét, mert csak egy falatot ettem. És hát aztán, hát de ez csak egyetlen egy nap, amit most meg kiragadtam, de ahogyan a beadásos rendszerben jöttek házról házra, és megkérdeztem sokakat, akik már akkor nagyobbak voltak, és visszaemlékeztek, de édesanyánk is sok mindent elmondott majd aztán későbbiekben is nekünk, de mi is láttuk, és meg ott voltunk mind a hárman gyerkőcök, és bejött a végrehajtó, és hogy még ezt, még ennyivel tartoznak, és hát mit adjak még oda? Odafordította édesanyánk a bátyámat, egy kis ingecske volt rajta, meg egy rövid nadrág, azt mondja, megfogta az ingét a bátyámnak, azt mondja, még ezt is? És akkor szégyen szemre kikullogott ez a végrehajtó, de másnap bement édesanyánk a községházára, és van egy vers, egy népivé vált vers, hogy nem nézi a bíró, hogy hány a síró, elviszi minden buzánkat utolsó, elviszi minden ruhánkat utolsó vék a buzánkat. Ezt hozom is. Tehát a fejükre olvasta, hogy hát mit akarnak még. És hát így teltek az 50-es évek, és akkor hát most messzire vezetne, hogy utána ugye a Lángi részen 48-ban, 49-ben is egy próbaképpen már volt egy TSC. De aztán az nem ment semmire, nem mentek semmire, nem volt úgy még szerszám sem a közükügyében a volt béreseknek, és az úgy föl is bomlott. De milyen érdekes, hogy ugye 45 után földosztás, aztán próbálkoztak már akkor a TSZ betereléssel. Na most az nem sikerült ugyanakkor, nézhetnénk országosan is, de hogy nem csak a szegény parasztságot, és nem csak a kulákság, főleg a kulákságot, mennyit lehetne arról is beszélni, hogy akiknek ugye megvolt nemzedékeken át már egy bizonyos vagyonra is szert tehettek, de azt mind le kellett fölözni, ugye, és akkor majd 56 után, 56-ra is kitérünk, hogy mi volt itt a falvakban is, nálunk is, de tehát tulajdonképpen ez az 50-es évekbeli első
évek, azok ide vezettek. Ezek tetten érhető igazságok, nyilvánvaló. Igen. Viszont van benne meg annyi csoda is. Igen. Tehát ilyen is, hiszen ha eljutunk addig, hogy a Sáron a föld közelből azt a részt vizsgáljuk, akkor a visszaemlékezésekből kitűnik, hogy azért voltak meg annyi feledhetetlen pillanat. Így van, mert azért, hogyha megnézzük, azért egy a folytatás az mindig az volt a legfontosabb szempont, hogy ha odaérnek azok a fiatalok, akkor összeházasodjanak, család legyen, és majd aztán az élet valahogy hozza azt is, hogy valahogy az fölcsöpörödjön, akármilyen szegénységben, de az apáik helyébe odaálljon a következő nemzedék. És éppen ugye elkezdtük az 50-es évek végén a második nekifutásra a TS szervezést, és egy ilyen lakodalom volt nem messze tőlünk, és hogy milyen idők voltak ezek. Együtt volt a násznép, már meg volt a templomi esküvő is, minden. És azt mondta az öröm apa, hogy itt politikáról egy szót se essék, míg együtt vagyunk. És nem is hozták szóba. Szépen lezajlott a lakodalom, másnap meg már mentek a TS-be a brigádvezetőtől meghallgatni, hogy na, merre menjenek, mit csináljanak. Tudták azok az előtte paraszti gazdálkodásban fölnőtt legények is tudták, de meghallgatták a brigadérost, hogy na hát akkor igen, majd megcsináljuk, tesszük a dolgunkat, ahogy tesszük. Persze. Ez egy rendkívül hiteles krónika. Meg annyi olyan történettel, meg annyi olyan idézettel, amiből most majd hallunk ismét egyet, ami tulajdonképpen, pontosan ezért mondtam, hogy kötelező olvasmányként ajánlanám, mert bármennyire is 21. század, és bármennyire felgyorsult a mi világunk, érdemes és kell is ezzel foglalkozni. Mielőtt erről néhány szó esnék, akkor jöjjön az a vers, illetve az a gondolat, amit szeretnél megosztani velünk. Itt még csak éppen, hogy tovább lendültünk a második világháború, ugye, ahogyan visszatértek a frontról is, aki szerencsésen túlélte, de hogy ahogy várták vissza az édesanyák a fiaikat, az asszonyok a férjüket, és ahogy édesanyánk imádkozott ottan, atyám, benned bízom, hogy te vele vagy, megsegíted őt gondoskodásoddal, el nem távozol tőle. Ó, ne is távozzál el tőle, édesatyám, mert ha a te őrizeted alatt nem tudnám őt, mivé kellene lenni? Vezérelt szerencsésen minden lépését, távoztasd el tőle a veszedelmeket, sőt a bánatos gondolatokat is. Vezérelt felém gondolatait, hogy ő is oly szeretettel gondoljon reám, mint én őre áll. Vezérelt felém, ó atyám, lépteit is minél előbb, hogy látásának örülhessek, kebelemre ölelhessem a rég nélkülözött kedvest. Viszontlátásunk örömében, egyesült szívvel és ajakkal áldhassunk téged. Ámen. És írja tovább mindjárt édesanyám a visszaemlékezésében, az én kérésem is meghallgatásra talált, meg az övé is, édesapánké, méltán mondhattuk, én is árva, te is árva, bújjunk egymás árnyékába. Mert ő egész árva volt, én meg fél árva. És itt egy nagyon fontos gondolatot hozzátesz, de én szerintem, akinek az édesanyja nem él, az is egész árva. Mert csak egy édesanyja van a világon, aki mindent elkövet a családjáért. Ugyanis anyai nagyanyánk 46 évesen meghalt, tehát félárva lett édesanyánk is.
mert csak egy édesanyja van a világon, aki mindent elkövet a családjáért, de sok nem értékeli. Én sokszor elmondtam, bár csak élne még most is, mert még élnek páran, akik olyan idősek voltak, mint ő, tehát mint az anyai nagyanyánk. És most ez az egy gondolat, amit ő hozzátett, de milyen bölcs dolgokat is leírő ebben a visszaemlékezésében, lám ez is. De itt elhangzik ez, hogy én is árva, te is árva, bújjunk egymás árnyékába. Ez a tavaszi szél vizet áraszt népdalnak, igen, a második versszaka. Te is árva, én is árva, virágom, virágom, bújjunk egymás árnyékába, virágom, virágom. És Kányádi Sándor bácsi is a Két nyárfa című versében ugyanezt a motivumot használja fel, hogy ha nem volnál, én sem lennék, ha te nem volnál, és így tovább. Tehát, és hogy és mint két nyárfa búvunk egymás árnyékába, most csak emlékezetből idézve Kányádi Sándor bácsit. No, tehát én azt hiszem, hogy ha kivonatosan is, de beszéltünk sok mindenről, én azzal búcsúznék, hogy egyrészt ajánlom mindenkinek ezt a kötetet, másrészt Kális Sajtos József gondolataival az utolsó két mondatot. Képzeletbeli utunk során bejártuk a sárvíz menti dombokat, lankákat, láttuk a kunok, besenyők vonulását, ahogy egy velünk egyé válva, erős akarattal és hittel mindenkor helytálltak. Várták, amit mi is remélünk, hogy a nap éltető fénye fölragyog sárrón a népére, és az új és újabb nemzedékek féltett kincsként adják tovább az évezredes örökséget. Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos záró gondolat a kötetnek is, és én azt kívánom, hogy jusson el mindenkihez, mert nagyon-nagyon fontos, sárón, árnyékban, fényben, és mindent megtudunk arról a falu közösségekről, emberekről, sorsokról, ami nagyon fontos számunkra a 21. században is. 3-4 film kikerekedne ebből. Bizonyos vagyok benne. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Sárón, árnyékban és fényben című kötetet mutattuk be Kális Sajtos József tollából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!